Hozzak egy kávét. Ne. Köszönöm, nem akarok semmit sem inni. Én itt vagyok, ha beszélgetni szeretne. Erre szükségem is van. Köszönöm. Üljön le. Köszönöm. Victoria nagyon sokat szenvedett. A testvérem 15 éves korában terhes lett, és az apám a vidéki házba zárta be. Képzelhető, mennyire szégyelte magát az apám. Aztán mind azt reméltük, hogy amikor a gyerek megszületik, akkor a család befogadja majd, és minden rendbe jön. De sajnos Victoria szülése nem ment olyan simán, és a kislány halva született. Ez szörnyű. Ez aztán végérvényesen megpecsételte Victoria életét. Nagyon neheztelt az apámra. Az egész terhessége alatt el volt zárva a világtól. És aztán, nem tudom, olyan szomorú ez a helyzet. Ha jól gondolom, Victoria úgy érezte, hogy a kicsi halála apámnak megkönnyebbülés volt. Elképesztően rossz volt. Sajnálom. És mi történt a kicsi apjával? Eltűnt, azonnal lelépett, ahogy megtudta, hogy Victoria terhes lett. Sokat szenvedhetett a testvére. Nagyon. És most úgy érzem, hogy közelebb kellett volna hozzá lennem, támogatnom kellett volna, de hát nekem is volt családom, két kislányt kellett felnevelnem, egy céget kellett vezetnem, és emellett mindig próbáltam megfelelni az elvárásoknak, az egész családnak és magamnak is. És ez nagyon kimerítő. Hát, Paz. Igen? Maga egy nagyon bátor nő. Nem vagyok. De? Nem. Néha tudni kell nemet mondani. Azt kell tenni, amit a szívünk diktál, és nem azt, amit mások folyton elvárnak tőlünk, nem? Vagyis legyen az karrier, egy férfi. Szerelmese ment férjhez? Nagyon szerettem. Ha szóltál volna, elmentem volna veled a kórházba. De édesem, egyből odarohantam, ahogy szóltak nekem telefonon. Egyszerűen nem tudtam, hogy mit csinálok. Jó, jól van, semmi baj. Nem szemrehányás volt. Nyugodj meg, rendbe jön a testvéred. Nyugalom. Tudod, mit kell most csinálnod? Pihenned kell. A dolgokat lazán kell felfognod. Victoria erős nő, semmi rossz nem fog vele történni. Én meg addig itt maradok, összerakom a dolgokat. Te meg menj szépen haza, és pihenj le, jó? Jó, azt hiszem, igazad lehet. Igen, mosolyog már, jó? Na, hadd lássam. Erős nő, nem lesz baja. Minden rendbe fog jönni. Nem tudom, Alejandro. De én tudom. Gyerünk, na, menj. Pihenj le. Megyek, szívem. Jó van. Halló? Szia, szívecském. Hogy vagy? Tényleg? Jaj, ennek örülök. Na, ne mondd. Hát ez szuper. Juan, Tati és én lemegyünk a faluba. Holnap korán reggel vallomást kell tennie. Holnap délután jövünk vissza, majd hívlak. Jól van. És kérlek, ne kapcsold ki a telefont. De jó. Rendben. Szia. Barbara nagyon jól érzi magát. Aguirre, a lányom jól érzi magát. Tényleg? Igen. A vidéki élet jót tesz neki. Vagy talán Pacheco az oka ennek? Pacheco lesz az. Bocsánat. Laura. Szia. Miért vagy még mindig itt? Mindenki elment már. Tudom, de át akartam nézni pár dokumentumot. Nem akartam befejezetlenül hagyni, de már végeztem, megyek jó is. Jó pihenést, jó ég. Akkor holnap. Juan? Igen? Beszéltél Nikóval? Miről?
Hogy itt dolgozom, emlékszel? Nem mondtam. De ne aggódj. Nem. Most egy ideig vidéken van Pazasszony lányából, de amikor visszajön, elmondom neki komolyan. Ne felejtsd el, kérlek. Nem fogom, kérlek. Nyugalom. Most hazamész? Nem. Gabriela üzent, hogy ma estére elutaztak. Jól van, de ma este nem alszom ott. Dolgom van. Jól van, csak kérdeztem. Szia. Viszlát. Viszlát. Szia, édesem. Jaj, Agirre. Igen? Egy ideig még itt maradok. Azt mondtam Alejandrónak, hogy hazamegyek pihenni, de inkább maradok és befejezek pár dolgot. Hm? Inkább befejez pár dolgot, vagy nem gondol semmire? Bocsánat. Semmi baj. Mostanában kicsit úgy érzem, hogy maga jobban ismer, mint én magamat. Szakad odakint, asszonya. A vacsoránk majdnem elázott. Mit hozott? Mit hoztam? Dupla mozzarella. És nincs vége. Egy kis hideg sör, mit szól? De tudja, én valami mást akartam enni. Tényleg? A diétám miatt. De nem érdekes, Agirre, hagyjuk. Igen? Egy nap, csak egy nap. Komolyan? Igen? Akkor... Hozok ne, ne! Evőeszköz nem kell, nem! Miért nem? Ezt így szokás enni, így, a kézzel, így hát. Tessék. Mikre rá nem vesz? Egy szelet pizza, gyerünk egyen, és ne szégyelje magát. Gyerünk, egyen bátran. Ez olyan nehéz. Mi? Olyan nehéz ebből inni. Már csepeg a nyálam. Legyen. Na. Egészség. Agirre. Igen? Tudja, hogy azt a portrét én festettem, igaz? Nora azt mondta, hogy... Ó, Nora, mind tudjuk, hogy mit mondott Nora. Igen. Csak kérdeztem valamit. Mit is? Hogy tudja-e, hogy én festettem a képet? Igen, rájöttem, igen. És tényleg úgy tetszik magának, ahogy mondta? Nem ismerem a festészetet. De a karkötő pont olyan. Tetszett. Igen, nagyon tetszett. És a lelkét elkaptam? Kérem, nehogy azt gondolja, hogy én most éppen, hogy is mondjam, olyan kellemetlen, hogy azért csináltam, mert érdeklődöm maga iránt. Nem kell nekem magyarázkodnia maga. Azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy azért festett le, mert... Valamit érez irántam, nem. De igen. Gondoltam rá. Igen. Lehet, hogy maga nem ár. Szemet vetett rám. Nem. Ne viccelődjön. Ne essen tévedésbe. Hát... Pazasszony, ne akarja, hogy azt érezzem. Hogy szemet vetettem magára, már hogy is? Láttam az energiáját, a nagy lelkűségét, a személyiségét. Egyen, komolyan. Azért mondom, hogy ne értékelje alul magát. Egyen már. Jaj, Agirre. Agirre, de épp reszem. Senki nem ismer fel.
Karolina, te aztán őrült vagy. Nem, én csak veled akarok lenni. Te is ezt akarod? Igen, de ez a hely szerintem... Ez a hely pont olyan, mint bármelyik másik. Az a fontos, hogy együtt vagyunk. Nem? Még esik, igaz? Á, a mobilom, bocsánat. Mindjárt jövök.